Jó estét kívánok! A Híradót látják itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2014. szeptember 1-én, hétfőn este 7 órakor. Főbb híreink először röviden. Kezdődik az iskola, 6500 diák a Mosonmagyaróvári intézményekben. Útlezárás várható, megkezdik a Csaba utca felújítását. 0-3, újabb vereség. A mai nappal hivatalosan elkezdődött a 2014-2015-ös nevelési év a mosonmagyaróvári iskolákban is. Újabb béremelést hozott az idei tanévkezdés a pedagógusoknak. Újítás továbbá, hogy 3 évfolyamot kivéve már mindenhol kötelező lesz a mindennapos testnevelés óra. A 2014-15. Évi tanévet ezennel megnyitom. 6500 diáknak és mintegy 680 pedagógusnak csengettek be városunk iskoláiban szeptember 1-én. Az idei nevelési év is hozott változásokat, tovább emelkedett a pedagógusok bére, emellett pedig a 4., 8., valamint a 12. évfolyam kivételével már mindenhol kötelező lesz a mindennapos testnevelés. Újabb osztályokban indult meg a hit és erkölcstan, illetve az etika oktatás. További változás, hogy a mosonmagyaróvári diákok megújult, szép környezetben folytathatják tanulmányaikat ez év szeptemberétől. Az első osztályosok már izgatottan várták az iskola kezdést, tudják, hogy most valami egészen új dolog várja őket. Ígértem, hogy a tesóm iskolás, hogy ő neki gyerekjáték, az írás, az olvasás. Sok barátom legyen, és hogy tanuljam. Azt is alig várod, hogy tanulj? Hogy sok barátom legyen, és jól érezzem magam. Szeretnék tanulni, olvasni, meg még sokat tanulni. A Bolyai iskolában 3 első osztály indul ebben az évben 75 diákkal. Az új 9-esek 68-an vannak, 2 osztályunk indul informatika, közgazdaság és ügyviteli szakmákban. Hát természetesen ők már komolyabban fognak felkészülni ugye az érettségére a 4 év során. Illetve hát a szakképző évfolyamok is elindulnak, 13. éven, 14. éven mennek tovább szépen, ami azt jelenti, hogy ők már majd szakmával a kezükben 20-21 évesen fognak tőlünk elballagni. Az idei tanévnyitó rendhagyó volt a Bolyai iskolában. Egy olyan osztály is jelen volt ugyanis, amelynek tagjai 1959-ben, vagyis 55 évvel ezelőtt ballagtak el az intézményből. A jubileum tiszteletére egy szalagot kötöttek az iskola zászlajára. Nagyon érdekes látni rajtam, de hát is még van hatódva egy picit erről. Hát ajánlom a kisdiákoknak, hogy érjék meg ezt a kort. És szeretettel jönnek vissza ebbe a iskolába 55 év múlva. A tanárok újabb célokat maguk elé tűzve, a diákok pedig a tanulás mellett közös kalandos pillanatokat is megélve bíznak az idei tanév sikerességében. Ezen a héten megkezdik a Csaba utca felújítását. Az aszfaltozási munkálatok idején forgalomkorlátozásra kell számítani. Elsős időben még jobban látszik, milyen rossz állapotban van a Csaba utca, kedden viszont megkezdik az utca marását. A kivitelező Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy amennyiben használni kívánják autójukat, szerda estétől már ne parkoljanak az utcában. A körzet egyéni képviselője az itt élők és az erre közlekedők türelmét kéri. Szeretném fölhívni az utca lakóinak a figyelmét arra, hogy a kátyúzás után végre most már teljes felújítást fog kapni az utca. Én nagyon kérem önöket, itt lakókat, hogy legyenek türelmesek, viseljék el ezt a kis időt, míg az utca teljes felújításra szorul és elkészül. Szerda estétől lezárják a Csaba utcát, majd másnap látnak neki a VÜF munkatársai az aszfaltozásnak. A hétvégén új burkolatot kapott a határsor, a napokban pedig a Rábül közbe, valamint a Gárdonyi utcába is megkezdik az aszfaltozást. Csak online pénztárgépet használhatnak szeptember 1-től a vállalkozások, ami új irányt ad a pénztárgépes ellenőrzéseknek. Jelenleg közel 140 ezer kassa áll összeköttetésben a NAV-val. A revizorok ott meg sem jelennek, ahol már az adatok alapján egyértelmű, hogy minden rendben van. Azok a vállalkozások azonban, amelyek megszegik az online pénztárgépekkel kapcsolatos szabályokat, azaz tényleges bevételeiket eltitkolják, súlyos bírságot és üzletbezárást kockáztatnak, figyelmeztet az adóhatóság. Világbajnoki címet szerzett Németh Henriette. Az MVSE sárkányhajó szakosztályának vezetője a Poznányban zajló ICF sárkányhajó világbajnokság első napján győzedelmeskedett a magyar csapattal.
A női Masters válogatott az 500 méteres, 20 beülős versenyszámban lett aranyérmes. A labdarúgó MB3 harmadik fordulójában hazai környezetben fogadta a listavezető Buda Őrsöt az MTE 1904. Az MB2-es tagságra törő vendégek 5 korábbi MB1-es labdarúgót felvonultatva érkeztek a mérkőzésre. Kisé borongó, sem kiváló labdarúgó időben feszültek egymásnak a csapatok. Az MTE kezdte a mérkőzést, de a listavezető azonnal át is vette az irányítást. A csapat jó védekezése a 19. percig tartott. Ekkor végezhette el az egykori Ferencváros játékos a Buda Őrs első szögletét. A 21. percben a 16-os vonala előtt Nagy Ádám kezét érte a labda, amit a játékvezető szándékosnak ítélt és sárga lapot adott. A szabadrugást Herceg László végezte el jól, a kipattanó labdára azonban leggyorsabban Hajós Krisztián csapott le, aki volt csapatát nem kímélve visszabelsőzte azt a kapuba. A találkozó aztán a 70. percben végleg eldőlt, aki egyből tovább passzolta a labdát tányéros Ádám felé, a Buda Őrs középpályása pedig egyből a mi kapunk felé fordult, és kapásból a félpályáról átívelte boros kapus felett a labdát. Több gól nem esett már a félidőben, így harmadik mérkőzését is elveszítette. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Most a hétvégi Futura Moson-Magyaróvár Buda Őrs mérkőzés következik. Friss hírekkel holnap 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!